Hölgyeim és uraim, Robert Bezák volt érsek üzenetét Zita Furkova fogja elolvasni, akit majd Vrabec Mária fog követni, aki magyarul fogja önökhez az üzenetet eljuttatni. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az igazságról szóló történet nevet kapott, ez Zsák Malina Hedvig története, és ugyanakkor a társadalmunk személyes története. Lehetővé tette, hogy bensőnk legmélyére, az életünk lényegébe nyerjünk betekintést. Az ember iránti tisztelet, a tolerancia, az emberi méltóság védelme és az azokkal való együttérzés, akiket sérelem ért, nem lehetnek csupán felépítmények, amelyeket időről időre az élet valóságához csatolunk. Az életünk alapjai kell, hogy legyenek. Az igazságosságért való aktív és folyamatosan jelenlévő igyekezet nélkül az ember élete bonyolódik, meghasonul és elhatalmasodik rajta a bánat. Ezért, ha ezeknek az értékeknek a védelméről van szó, soha nem mondhatjuk azt, hogy ráérünk, ezt a teendőnket nem halaszthatjuk el. Ha az elvű kiállás, a segítség és a támogatás késik, megbocsáthatatlanul veszíteni kezd általános emberi értékéből, mert már soha nem lehet autentikusan hozzácsatolni az egyre inkább távolodó, fájdalmas valósághoz. És ha túlságosan sokat késünk ezekkel a megnyilvánulásokkal, azt kockáztatjuk, hogy a sérelmek helyrehozhatatlanná válnak, és egyre több embert érintenek. Hiszen Hedvigből a diáklányból azóta Hedvig a feleség lett, és az ő igazságért való küzdelme személyesen érinti a férjét is. Hedvig azóta anya, ezért az igazság a lánya és a fia életének is részévé vált, és fontos része a szülei, valamint minden hozzá közel álló ember életének is. Itt nem léteznek elfogulatlan megfigyelők, mert az emberi sorsok összefonódnak, mára mindannyian az ő megoldatlan múltjának és fájdalmas jelenének a részesei vagyunk. Hedvignek szüksége van a mi személyes kíséretünkre, közelségünkre, támogatásunkra. Annál inkább, hogy nőként súlyos magányban áll a világ előtt. Hiszen nem elsősorban saját magát akarja megvédeni, hanem a családját, a hozzá legközelebb állókat. Ezért személyes kötelességemnek érzem, hogy önökkel együtt mellé álljak és támogassam, bátorítsam őt ebben a nehéz küzdelemben. Legyen a hozzávaló közelségünk annak az alapvető igazságnak a kifejezése, hogy az igazságosság védelme és bármelyikünk emberi méltóságának megőrzése minden más célnál és érdeknél fontosabb. Robert Bezák érsek. Köszönöm szépen.